Sziasztok, jó reggelt mindenkinek, Vezsa Roland vagyok. Ez itt a Grillez velünk live. A mai napot arra szántuk, hogy együtt grillezünk Adriennel és Gáborral, azzal a célral, hogy támogassuk az országos mentőszolgálatot. Ugyan a karanténnak vége van már, vagy lassan vége van már, mégis az elmúlt hetek rengeteg munkával látták el a mentőszolgálatot, és arra gondoltunk, hogy egy közös olyan kis eseménnyel, ahol megmutathatjuk, hogy egyrészt mit tudunk, milyen eszközökön grillezünk, másrészt támogathatjuk őket azzal, hogy a munkájukat elismervén adunk nekik egy kis mai ebédet, vagy mai uzsonnát, majd amire elkészül, meglátjuk, hogy mi lesz. És azért én is Gábor leszek az összefogók annak érdekében, hogy a mentőszolgálatnak a mai ebédjét, vagy az uzsonnáját biztosítsuk. Mi fog ma készülni, Gábor? Hát először is, amit elmondtál, az azért fontos, és saját tapasztalat, ugye vége a karanténnak, és magamon is azt veszem észre egyébként, meg az embereken, hogy egy kicsit mindenki felszabadult, és egy kicsit mindenki elengedte magát, de azért azt gondolom, hogy fontos, hogy attól, hogy ennek vége, attól még tudjunk segíteni, hiszen ők is ezek után is ugyanúgy fognak dolgozni, úgyhogy ezért is vállaltuk ezt el, mert ez nem csak a karantén idejére vonatkozik, hogy segítsünk, hanem amúgy is. Egyébként pedig lecsót fogok készíteni, az egyik kedvenc, hanem a kedvenc ételem. Ugye itt van mindjárt a nyár, az igazi frankó kerti kaja, nyári kaja, ezt egy kicsit felturbozzuk egy kis grillezett paprikával, és sertésszüzet fogok készíteni. Adrien, neked mi lesz a szereped a mai napon? Igazából én szerintem Gábornak a sous-chefje leszek, de nagyon lelkesen mindent felvágok és felaprítok precízen, remélem, hogy rendben lesz. Viccet félretéve egyébként szerintem a zöldségek előkészítése az biztos, hogy az én szerepem lesz, Gábornak átadom a húsos vonalat, mert hogy nálunk ez egyébként így szokott lenni, amikor otthon is vagyunk és mondjuk grillezünk, akkor a férjem Edwin átvállalja a hús részt, tehát a testesebb részt, és akkor én szaladgálok körülötte, és a salátát meg mindent előkészítek, a srácok meg ugye csipegetik ezeket a dolgokat. Nálunk ez így szokott kinézni amúgy. Ti egyébként milyen gyakran grilleztek? Képzeljétek el, hogy tavaly kezdtük el, mert hogy erdőben lakunk, és egy ilyen nagyon-nagyon hangulatos kis bográcsozós, grillezős részt kialakítottunk az erdőben, úgyhogy rákaptunk az ízére tavaly szeptemberben, és idén, most így a karantén ideje alatt legalább hetente kétszer. És egyszerűen annyira jó életérzés, és tudjátok, mint most már, hogy ugye lehet vendégeket fogadni, nyilván nem nagy létszámban, mert családi barátokat. Így tényleg az van, hogy így leülsz, lenyugszol, egy kis bor, egy kis ide megyek, oda megyek, ide teszem, oda teszem, és valahogy elkészül az étel. Nincs az, amikor ugye jönnek a vendégek, és azt érzed nőként, legalábbis nekem mindig az volt, hogy 4 órát készülök, és aztán leülnek és megeszik. Szóval, hogy ez egy ilyen tényleg közösségteremtő dolog. Úgyhogy zseniális szerintem mind a grillezés, mint a bográcsozás összehozza az embereket. Igen. Ez egészen biztos, hogy most a karantén alatt az elmúlt hónapokban mi is nagyon sokat grilleztünk, rengetegen, tehát így mondjuk grill értékesítőként látjuk azt, hogy mennyien vásárolnak mostanában grillsütőt, mennyien vásárolnak eszközöket hozzá a meglévő grilljükhöz, és az, hogy mennyien töltik ezzel az időt, és személyes tapasztalatunk is. A múlt héten pedig egész héten Spartan Expo live-unk volt, amikor bejelentkeztünk minden nap egy reggeli grillezéssel, és minden nap legalább 5000-6000 ember nézte élőben, vagy utána 1-2 órával azt, hogy elkészítettük a reggelinket. Tehát az emberek szomjaznak arra, ki vannak éhezve arra, hogy minél többet halljanak a grillezésről. Gábor, te sokat grillezel? Hát amióta téged megismertelek, azóta egyre többet. Megfertőzted? Egyébként ez tényleg fertőző, szóval nyilván az emberben az, hogy grillezik, az gyerekkora óta ugye ez egy családi összejövetel, vagy bármikor, amikor haverokkal elmentetek, bárhova is grilleztetek, de hogy ezekkel a cuccokkal egy teljesen új értelmet nyer az, hogy mi az, hogy grillezés, és nyilván ez ugyanúgy, ahogy valaki szakács is, és ezt megtanulja, a grillezés is szerintem, mint ahogy a smoking vagy a barbecue, az egy külön szakma, és hát nyilván nektek köszönhetően, ezt most elkezdtem tanulni, messze vagyok még onnan, amit így kitűztem magam elé, de rajta vagyok, és hát nyilván minden egyes nap tanul az ember valami újat. Én is ugye Gábor itt a húsos vonalat nyomja inkább, de én úgy tudom, hogy ezen desszerteket és süteményeket is el lehet készíteni. Engem meg ez mozgatja egy nagyon a fantáziámat, hogy lehet a kettőt összevonni, de állítólag lehet, úgyhogy majd én is ezt kikísérletezem, meg tanulgatom, mert hogy nagyon izgalmas terület. Bizony, igen. Hát szinte mindent el lehet készíteni egy grillen. Mi nagyon, én magam
szeretek grillezni, de én sem vagyok grill szakács, én messzebb állok tőle, mint amennyire ti álltok a szakácskodást, én inkább az eszközök oldaláról látom azt, hogy mi mindent tudnak elkészíteni, de palacsintát, csoki szuflét, bármilyen édes desszertet, az András, itt aki a múlt héten bejelentkeztünk, Mileg András, ő például madártáját füstölve a Dojo-n készítette. Tehát tényleg olyan dolgokat, amiket el sem tud az ember képzelni, amihez a beltéri konyha szinte lehetetlen. Nézzük meg, hogy milyen grillek vannak itt körülöttünk, mi fogunk sütögetni ma. Hát ő lesz az, amin elkezdjük ugye a főzést, rajta fogom grillezni a paprikát, ezen fogom grillezni a húst, majd innen át fog kerülni ebbe a kedvességbe, és itt fogom ez majd kihúzni. Breaking Imperial. Igen. Ez egy hódító. Ez a kettő, és nyilván egyébként a belső konyhátokat is fogom használni, szóval ez egy ilyen nagyon fúziós, grilles, kombi sütős cucc lesz. Megtennéd a közönség kedvéért, hogy begyújtod ezt a grillt? Mert hát sokan kíváncsiak arra, hogy hogyan lehet elindítani egy ilyen grillsütőt. Ez nagyon bonyolult. Egy ilyen lézerkart kell hozzá, ez egy baromi jó cucc. És egyébként ugye beszélgettünk itt nemrég, hogy az emberek miért választanak gázgrillt és miért ilyen grillt, mert hogy azt gondolják, hogy időt sporulunk azzal, hogy csak el kell tekerni egy gombot vagy egy valamit. Ezzel meg egy kicsit ugye időigényesebb, hogy begyújtani, megvárni, hogy elérje a kellő hőfokot, de hogy tényleg nem bonyolult. Nagyon sokan azért nem kezdenek bele, mert hogy amire begyújtom, meg nem tudom, és igazából amíg ezt elmondtam, nagyjából meg is leszünk. Én amikor elkezdtem Kamadó grillen grillezni, akkor én azt csináltam, amikor már nem tudtam begyújtani végképp a faszenet, hogy beletettem egy kenyérpirítóba, és egy hajszárítót vettem elő, és fújtam kívülről. Én is a hajszárítót használtam. Tönkretettem mind a kettőt, mert mind a kettő füstszagú lett egy életre. Viszont begyulladt a grill. Igen. És egyébként hasonló elven indult el a Richard Luft, egy svéd úriember. Azért nevezik ezt Luftlighternek, mert Richard Luftról kapta a nevét, aki szintén először egy kenyérpirítót, meg egy hajszárítót használt, utána kerestem rá a neten egyébként a Luftlighter sztoriára. És miután rájött arra, hogy így könnyebb begyújtani, ötvözte a kettőt, és a hajszárítót egy csőbe tette, amiben egy kenyérpirítónak egy hajsütő vasszerűség lett, ez egy hűlékbefogó, csak elég hosszú ahhoz, hogy ne égjen meg a kezünk, elég nagy légszállítása. És tényleg egy tök jó kis eszköz. Én már egész a másik utána a grillezés, tehát tényleg egy ilyen... Igen. Nem túl misztifikálni akarom egyébként ezt az eszközt, mert tényleg egy halál egyszerű dolog, de... És ez ennyi, és szépen el fog indulni magától, kapja a levegőt. Szóval ennyi volt a grill begyújtása. Kapja a levegőt, és ez egy fél óra múlva szerintem üzem biztos lesz. Igen. És egyébként, hogy miért vagyunk itt, és miért van Kamadó Joe és H2G kötény rajtunk, és miért grill receptek az oldal, ahol ezt a mai videót megjelenítjük. Erről beszélek egy picit, mert néhány évvel ezelőtt, 4 évvel ezelőtt, vagy 5 évvel ezelőtt létrehoztunk egy grillreceptek.hu oldalt, amit azért hoztunk létre, és annak szántuk, hogy Magyarország grill specifikus recept oldala legyen, és elkezdtünk lefordítani, föltölteni recepteket, illetve megsütni recepteket és lefotózni azt, hogy minél több információt tudjunk megosztani azokkal, akik a Google-ben vagy akárhol keresnek recepteket, és egy forrás szerettünk volna ahhoz, hogy mindenki megismerje az alapanyagokat, a fűszereket, a húsokat, a zöldségeket és a készételeket, amik elkészíthetők a bármilyen típusú grillen. Úgyhogy bárki válhat egyébként grillszakáccsal, bárki beregisztrálhat az oldalra, és egy picit promotálni szeretnénk most ezt az oldalt egyébként, mert az utóbbi időben nagyon-nagyon sok látogatója van, nyilván itt a karantén alatt az emberek elkezdtek recepteket keresgélni, és mi érezzük azt, hogy fölteszünk egy receptet, mondjuk elkészült egy sertésborda recept, nagyjából 10 000 ember keresett rá, és olvasta el a receptet 2-3 nap leforgása alatt, ami elképesztő egy darab receptre. Tehát durván most ilyen 100 000 látogatója van a recept oldalnak. Úgyhogy ezt csak szerettem volna megjegyezni, hogy miért is vagyunk itt. És ennek a receptje is fel fog kerülni. És ez a recept is fel fog kerülni, és ezt a videót is vissza tudjátok nézni, majd mint egy videórecept. Úgyhogy
Úgyhogy ösztönöznélek benneteket, hogy minél többen regisztráljatok be, minél többen írjatok recepteket, és osszátok meg a tudásokat azokkal, akiknek szükségük van rá, vagy egyszerűen keresetek információt. Akkor megyünk is tovább, elkezdjük a sütés-főzést. Szerintem a sushi-fet most elrabolom, és előkészülünk, és akkor jövünk vissza. Megyünk tovább, igen, köszönöm szépen. Akkor most elindul, és akkor utána parancsolj. Pedig... Visszajövünk. Köszönöm, ezt megkaptam. Igen, de visszaveszem. Vissza.